2016-ban alakult az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság, akkor csak 4 munkatársunk volt, és elkezdtünk dolgozni. Már 2017-ben elindítottuk a vándortábor programot, az idei évben úgy tervezünk, hogy 20 000-en fognak vándortáborozni. Most már több mint 125 turistaházat újítottunk meg. Miniszterelnök úr azt kért, hogy olyanok legyenek a turistaházaink, mint Ausztriában. Elindítottuk az Aktív Magyarország programot. Azóta már több mint 100 bringapark megépítését támogattuk. Nagy része már el is készült. Itt Egerben is van egy futókör, Érsekparkban is olyan futókör. Ebből is most már 29 van. Mászótermek felújítását támogattuk. Via ferrátákat építettünk, és megújult az összes magyar sziklamászó útvonal. Azóta már mindegyik megújult, nincs olyan, ami nem. Ez például a Miskolci Faktori Aréna, mindenkinek ajánlom, aki még nem volt ott. Műanyag sípályák építését támogattuk. Igazi sípályák fejlesztését is Mátraszent Istvánban és Eplényben támogatásunkkal épült az ülőszékes felvonó, 150 vízitúra megállóhely épült. PET palackokból kikötőket építettünk a PET kupásokkal. Különleges vízi attrakciók, ez például a Tisza-tóna, a Bölömbika kilátó, évkilátója lett. Elindítottuk a nyaralóhajózási programot. Hatásszünet. Kerékpározás éve volt 2020-21-ben, nagyon sok kerékpáros fejlesztést foglaltunk össze, megépült a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpáros híd, 8 km, 5-szörösére növekedett a kerékpározóknak a száma, a 13 térségi kiadvány azóta már 25, szemléletformáló kampányokat indítottunk. Tour d'Anglit, Giro-t fejlesztettük, Magyarországra hoztuk. 5 próbamozgalmat újraindítottuk. Kisvasutak felújítása is hozzánk tartozik. Most egy kicsit lelassult, és most már egy egész komoly csapattal dolgozunk azon, hogy ez az Aktív Magyarország program ez működjön. Egy kis, de most ez jó lesz. Azért szerettem volna ebben a videóban ezt a videót levetíteni, mert ez a videó ez jól összefoglalja, hogy mivel is foglalkoztunk az elmúlt időszakban, és ezt nem tudtam volna 3 perc alatt megtenni videó segítsége nélkül. És akkor kezdjünk. Diavetítés elejétől. Aktív ifjúság egy kérdőjelet tettem ide. Ez a konferencia, ez annak köszönhető, hogy elkezdtük készíteni az aktív életmód stratégiát. Az aktív életmód stratégia készítése azért fontos, mert igazából megmutatom a következő diát, hogy miért is fontos. Ebben a diában egyébként minden látszik. Miért fontos az aktív életmód stratégia? A WHO-nak van egy kutatás, ami azt mondja, hogy az egészségügyi állapotunkra milyen faktorok hatnak. És ha megkérdeznénk így a teljesen tájékozatlan embereket, akkor azt mondták, hogy biztos az egészségügyi ellátórendszer a legfontosabb. De azért nézzék meg, hogyha ránéznek az ábrára, azt, hogy milyen életmódot folytatunk, az több mint 2-szer olyan fontosságú az egészségügyi állapotunk szempontjából, mint az, hogy milyen egy országban az egészségügyi ellátórendszer. Most ehhez képest az egészségügyi ellátórendszerre nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt költünk, egyébként helyesen, viszont, hogy az életmódunk milyen, azzal nagyon-nagyon keveset foglalkozunk. És az a célkitűzésünk, hogy ezen változtassunk, és ennek érdekében elkezdtük készíteni az aktív életmód stratégiát. Itt van közöttünk Laca Gyöngyvér, a Testnevelési Egyetem rekreáció tanszékének a vezetője. Őt kértük meg, hogy ezt a stratégia készítést ezt fogja össze,
És amikor a stratégiának a első gondolatáról beszéltünk, mindannyian arra jutottunk, hogy a legeslegfontosabb gondolat az az, hogy azt kell üzenetként közvetíteni az emberek felé, hogy a mozgás élmény. Persze lehet menni, mozogni fog csikorgatva és ostorra is el lehet hajtani az embereket, csak nem fog menni. Úgyhogy itt Exupérynek van egy ilyen üzenete, hogy ha hajót akarsz építeni, akkor ne ácsokat fogadj, ne munkásokat, ne vedd meg a kötelet és a fát, hanem kezdjél mesélni nekik a végtelen tenger szépségéről. És igazából a stratégia készítése szempontjából ez a mi feladatunk, hogy felkeltsük az oldhatatlan vágyat az emberekben, hogy mozogni érdemes, és ennek szellemében próbáljuk készíteni a stratégiát. Amikor felvetődött, hogy a stratégiát készítjük, egyből kaptunk néhány ötletet, hogy a stratégiát nevezzük is el valakiről. A jelenlévő Barta József igazgató mondta, hogy a Monspart Saroltáról nevezzük el. Ezt követően nagyon sok embert megkérdeztünk, és mindenki, akinek volt vélemény, mindenki Monspart Saroltát elmondta. Senki, egyetlen más név nem vetődött fel. Monspart Sarolt egy kiváló sportoló volt, elsőként futott a 3 órán belül a maratont, megverte a skandinávokat a tájfutó világbajnokságon, majd amikor lebénult a kullancsípéstől, akkor talpra állt, nagyon keményen küzdött, összeszedte magát, bár lebénult a lába, 7 percen belül tudott futni egy kilométert utána is, majd utána a mozgásnak a nagy követelet. Hát egy elég szabadszájú asszony volt itt a katolikus egyetemen, nem biztos, hogy minden gondolatát Sacinak idézném, de azért egyetlen egy, tehát hogy itt milyen stílusban osztotta a tudást, ezt fel is olvasom. Az első világháború után volt 400 valahány ezer jövőzvegy asszony. A második után már 600 valahány ezer, a rendszerváltozás után 19 évvel a KSH mérései alapján 814 ezer volt. Hát hova tettük az erősebbik nemet? Ha azt akarjuk, hogy a férjeink gyorsan kimúljanak, akkor halálra etetjük őket. Ebben mi nők vagyunk a hibásak. Persze, ha a disznó volt, megcsalt és megérdemli, akkor csak tessék etetni, hiszen nincs az a bíróság, aki megbizonyítja, hogy mi vagyunk a gyilkosok. De ha szeretem, hiszen azért vettem el férjül, akkor tessék szíves lenni vigyázni rájuk. Tehát az itt jelenlévő asszonyoknak ezt lefordítva azt jelenti, hogy hazaérkezik a férje munkából, és nem a vacsorát kell elétenni, hanem azt kérdezni, hogy Pista, meg volt a 10 000 lépés. És ha nem, akkor nincsen vacsora. Tehát ez a feladat. Saci az még nagyon sok bölcsességet tanított az embereknek, aki volt Sacinak az előadását, akkor az tudja, hogy mi az a két dolog, amit életünk végéig nem szabad abba hagyni. Az első az a mozgás, a másikat itt most nem mondom, a katolikus főiskolám vagy egyetemen. És most foglalkozunk azzal, hogy most ezt a sorozatot itt tartjuk, és ez egy második állomása az Aktív Életmód konferencia sorozatnak. Most a fiatalok vannak a célkeresztben, és az egy kérdés, hogy miért is kell a fiatalokkal foglalkozni. Van egy sorozat, ez a NetFit mérés, évek óta mérik az eredményeket, és hát ezek az eredmények láthatók. Most azt szeretném kiemelni, hogy 5 és 6 között az érték az kedvezőtlen, 5 alatt nagyon-nagyon kedvezőtlen. Tehát bevezettük a mindennapos testnevelést, és azt látjuk, ebben nyilván a Covid-nak is volt szerepe, hogy soha ilyen kedvezőtlen mérés a NetFit mérések során, mint a tavalyi esztendőben, ilyen még nem történt. Bevezettük a mindennapos testnevelést, és hát a probléma ebből az ábrából legalább annyira látszik. El lehet mondani, hogy 2015 óta, mióta a mérések vannak, mindennapos testnevelés ide vagy oda, minden évben az elhízott és túlsúlyos gyerekeknek az aránya az nagyobb, mint az előző évben volt. Tehát még egyszer, minden évben az elhízott és túlsúlyos gyerekeknek aránya nagyobb, mint az előző évben volt. Ez egyébként drámai, tehát gyerekkorban kezdődnek a problémák, és ezt követően folytatódik. Mama Hotel, 25-34 éves korosztály 40%-a otthon lakik, a nők egy kicsit mobilisabbak és bátrabbak, a fiúknak 48%-a lakik még otthon ebben a korosztályban, a nőknek csak 32%-a, és hát látszik, hogy itt az anyukák itt lelkesen kényeztetik, kevergetik a kakaókat a fiúknak, de hát ez hát igazából némi problémát jelent. És hát mindenki ismeri ezt a szobrot, nemrég bemutatták egy amerikai iskolába, és pornográfia miatt kidobták az iskola igazgatót, tehát kirakták, remélem olvasták a történetet. Remélem én nem járok így, hogy most ezt itt bemutatom Michelangelónak ezt a szobrát. És az a helyzet, hogy hát egy kicsit ez ilyen
mondjam, elhasználódott a szobor, és fel kellett újítani a 21. században, és a felújítás során a szobor az ma a 21. században így néz ki. Hát elég drámai, a Milói Vénusz felújítását azt most mindenféle okok miatt nem hoztam ide. Van egy kedves barátom itt, aki nagy hatással volt az életünkre, például összeadott minket feleségemmel, Bőjte atya, nagy szeretettel köszöntjük itt. Ő szokta azt mondani, hogy a szülőnek, tanítónak az a feladata, hogy repülni, szárnyalni, tanítsa meg a gyermekeket. És ez egy tényleg nagyon-nagyon fontos feladat, tehát az a gyerek, akinek az anyukája kavargatja 35 éves korában a kakaót, az nem tűnik úgy, mintha szárnyalna. És Csaba testvére erre szokott is egy példát mondani, azt mondja, hogyha van egy bebábozódott lepke, és ezt megfigyeljük. És nézzük azt, hogy micsoda küzdelmet folytat ez a lepke annak érdekében, hogy a bábból kiszabaduljon, akkor látjuk, hogy ez egy komoly, néha több órás tevékenység. És ha megsajnáljuk ezt a lepkét, és azt mondjuk, hogy próbálunk neki segíteni, és egy kis szikével segítünk, egy pengével ezt a bábot segítünk lefejteni róla, akkor mi történik? Az a lepke, az soha nem lesz pillangó, mert az az erőfeszítés, ami kell, hogy a szárnyával lenyomja ezt a héjat magáról, az az erőfeszítés, az kell ahhoz, hogy a szárnyával különböző testnedvek belemenjenek, megkeményednek és tudjanak repülni. Az a helyzet, hogy ez a gyerekekkel is így van. Van egy kedves barátom, Boronkai Péter. Péter az kéz nélkül született. Anyuka egy kicsit el volt keseredve, de apuka bement a kórházba, és anyuka zokogott, hogy hát nincs keze a gyereknek, és apuka mondta, hogy jó, de miért sírsz, mi a baj? És aztán elkezdték a gyereket nevelni, és mind Péter, mind az apukája azt mondta, hogy ha elestem, nem segítettek. Elfordultak akkor is, hogyha nagyon kellett küzdeni, hogy felálljak, nem segítettek semmivel. Péter ma gyorsabban fut a magyar felnőtt lakosság 99%-ánál. Gyorsabban biciklizik mondjuk 97%-ánál, gyorsabban úszik a keze hiánya ellenére a magyar lakosság, meg szerintem legalább 95%-ánál, 10-szeres világbajnok, 9-szeres Európa-bajnok triatlonosként, boldog családban él, 2 gyermeket nevelnek, és motivációs trénerként járja az országot. Pétert a szülei megtanították szárnyalni, repülni. És hát nézzük, hogy mi történik nálunk, mondjuk itt a sport területén, hogyan próbáljuk sportra nevelni a gyerekeket. Hát például a mindennapos testneveléssel, és szekrényugrálgatás, meg padon való talicskázás során ezek a fránya gyerekek sehogyan sem akarják megszeretni a sportot, tehát nem érzik úgy az oktatás abbahagyása után, hogy nekik sportolni kell életükben a mindennapos testnevelés nagyszerű élményeinek hatására. És ezért gondoljuk azt, hogy itt a testnevelés tanítás területén is van mit újra gondolni. Nagyon sokszor ideértem, hogy élménysport. Én a szabadidősport szerint helyett ezt is szeretném használni. A sportban élményeket, közösségi élményeket, egyéni élményeket kell gyújtani a gyerekeknek, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy erről a versenycentrikus vonalról, amin vagyunk, erről lejöjjünk, mert a versenycentrikus sportolás, ez mindig azt jelenti, hogy van kevés nyertes, aki büszkén megy haza, és nagyon sok olyan ember, aki kikapott, és hát azt mondja az 5. vereség után, hogy én nekem köszönöm szépen ezt a sportolást, ezt nem szeretem, mert mindig csak kudarc élmény. A sportegyesületeknek is nagyon sokkal fontosabb szerepet el kellene rakni, és hogyha végig gondoljuk, hogy mi van Magyarországon, akkor hát látjuk, hogy 8-10 évesen néha megpróbáljuk a gyereket elvinni, mozogni, az olyan apuka, hát 4 évvel ezelőtt kellett volna hozni, hát már öreg a gyerek, ha ügyetlen, akkor gyakran eltanácsoljuk. Az lesz a vége, hogy a középiskolára nagyjából a sportoló gyerekeknek óriási százaléka lemorzsolódik, és gyakorlatilag, miután abban marad a középiskola, befejezik, leérettségiznek, azt követően van a mélypont, tehát hogy 20 és 30 éves kor között mozognak a legkevesebbet az emberek Magyarországon is. Elmentünk Svédországba, és Svédországban azt láttuk, egyrészt az outdoor tevékenység nagyon erős, a sportegyesületek szerepe nagy, az edzők azok önkéntesen végzik a munkát, nincs bajnokság, nincs szigorú korlátozás, ha a gyerek kicsit ügyetlenebb, akkor megy egy kicsit lentebbi korosztályban. Képzeljük azt a szituációt, amikor ülünk egy ilyen előadáson Finnországban, Svédországban, és mondják, hogy 400 gyerek jár az egyesületben, egyetlen fizetett edző sincsen, egyetlen egy sem, mindenki önkéntesen dolgozik, 500 ezer ember dolgozik önkéntesen. A svéd közigazgatásban. Egy államtitkár az 63 évesen heti 3 önkéntes edzést tart.
teljesen szürreális az egész, rekreáció tanszék vezető asszony mellettem el megszólal, és megkérdezi, jó, de hát valami képzés az apukáknak már csak van, és mondják, hogy persze van képzés, 2 napos, 14 éves kortól lehet rá jelentkezni. Tanszékvezető asszony megsemmisült mellettem, azt mondják, hogy felkészülten kell oktatni az embereket, ezek után kiderül, hogy egy szülő viszi a gyerekét, akkor utána felhívják, hogy tartson már, magyar követségen mesélték, nagy követségen, felhívják az anyukát, hogy tartson már szertorna edzéseket a gyereknek, mert hát mégiscsak jár a gyerekkel. Mondta, hogy nem ért hozzá, mondták, hogy nem baj. És mégis teljesen szürreálisnak tűnik, hogy ez történik, de a svéd gyerekek sokkal többet mozognak, és egész Svédország sokkal többet mozog, és egyébként 9 évvel tovább élnek, mint mi. Van egy-két iskola, ahol szeretnek mozogni a gyerekek, itt majd elő egy külön előadás lesz Edelényből, ahol via ferrátáznak, pumpapályáznak, mindenféle dolog történik, igazgató ezt elég kreatívan nyomja, nem véletlen, hogy egy kicsit letoltam, hogy a millió lépés az életében még nincsen 1500 diákjuk, csak 1320, de azt mondta, hogy meg lesz az 1500, és majd el fogja mondani, hogy milyen technikákkal éri el. Nagyon fontosnak tartottuk az elmúlt időszakban azt is, hogy mi próbáljunk élményeket nyújtani a gyerekeknek, és ezeket a félnapos, ilyen aktív osztálykirándulásokat szerveztük, síelésre, kenuzásra, biciklizésre, mindenre, és érdekes módon a gyerekek szerették ezeket az órákat, tehát hogyha ügyesek vagyunk, akkor a gyerekek szeretnek mozogni, ezzel szembesülünk. És elindítottuk a különböző programokat, tehát támogattuk mászótermek felújítását, bringaparkok, pumpapályák, műanyagsípályák, jégpályáknak az építését, és az, az igazság, hogy ezt ügyesen csináljuk, akkor működik. Azt kell eladni a gyerekeknek, hogy a mozgás élmény, nem feltétlenül verseny, buli van, Hawaii Fanta, néha van zene, tehát ahol a pumpapályát közelépítették a lakótelephez, ott már írogatnak levelet a lakók a polgármestereknek, hogy ez nem jó így, és ott mindig összegyűlik 30-40-50 gyerek. A következő dolog, amit szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy megtanítsunk a gyerekeknek, az a teljesítmény öröme. Tehát azt, hogy valamiért megküzdünk, felérünk a csúcsra, valamiért elfáradunk. A Csaba testvér úgy szokott fogalmazni, hogy el kell vinni a gyerekeket a létük peremére, a határaikat el kell feszegetni. Le kell győzni önmagukat, és ezt az élményt sajnos nagyon-nagyon sok gyereke nem ismeri meg gyerekkorban. Sok képet megnéztem, hogy melyiket rakjam ide, végül Nimród fiamat hoztam ide, ez az ő képe. Befejezte az óvodát, amikor körbe bicikliztük a Balatont, mindegy, elmaradt, elvesztettünk egy pénztárcát, elment sok idő, és egy napunk volt, Balatonszepezden aludtunk, és Balatonszepezdől elmentünk Balatonaligáig, 77 kilométer, egy váltó nélküli biciklivel, ezzel ment a fiam, és hát ugye mindenki azt gondolja, hogy a galáda pukait ostorral végigverte a fiát, kétségkül a fagylaltot, a lángost, meg a fürdést jól kellett adagolni, és egy óvodás gyerek 77 kilométert végig tudott biciklizni. Na most ezt csak azért mondom ezt érdekességként, mert ezt a kérdést ezt feltenném a felnőttek egy részének, akkor a 77 kilométert szerintem a felnőttek 90%-a nem vállalna be. Egy 6 éves gyerek egyébként meg tudja csinálni. Egy ilyen érdekes kis színes, hogy kerékpáros vándortáborvezető képzésem, hölgy letette az elméleti vizsgát, majd mondták, akkor most 32 kilométeres túra következik, és sírva fakadt, hogy ő nem tud annyit biciklizni. Gondolkoztunk, hogy vajon mit is gondolhatott, amikor kerékpáros vándortábor vezetőnek jelentkezett, de vannak ilyen történeteink is. Szeretnénk átalakítani, szintén egy kicsit a teljesítmény örömmel megismerése érdekében az osztálykirándulásokat is. Szerintem sokaknak megvan az az élmény, reggel beszállunk az iskolában a buszra, buszozunk 2 órát, leszállunk egy múzeumnál, ott próbál, mint idegenvezető ott dresszírozni, aztán visszaszállunk a buszra, elmegyünk egy várhoz, ott is ez történik, aztán utána visszaszállunk a buszra, majd megállunk egy templomnál, ott már nagyon rosszak a gyerekek, és egész éjjel a tanár üldözi a gyerekeket. Ezt szeretnénk átalakítani, ezért hirdettük meg az aktív osztálykirándulás programot, ami úgy néz ki, hogy minden gyerek mondjuk kap egy biciklit, a tanárnéni esetleg elektromos rásegítésű biciklit, bicikliznek már 2 órája, és a legkutyább gyerek, akinek még van egy jártány gyereje, az előre ugrat a tanárnő mellé, és megkérdezi, hogy mikor érünk már oda a múzeumban.
múzeumhoz már alig várom. Tehát ezt szeretnénk elérni. Én egyébként ezt nyáron kipróbáltam, éppen a Cserehátban, és ugye kint marha meleg volt, a templomokban általában hűvös jó idő, és mindig, amikor mondtam, hogy már indulni kell, akkor még 6 gyerek jelentkezett, hogy már csak azt szeretnék kérdezni, hogy. Ez egyébként a Rakacai templomban látható, ahol a gyerekek feszült érdeklődéssel hallgatták a papbácsit, hogy meg mindent néztek, amit mutatott. A siker kulcsa az a jó tanár. Egyszerre minden, példa, életmód tanácsadó, utazásszer, marketinges, pszichológus, szociális munkás, környezetvédő, tehát minden. Nagyszerű tanáraink is vannak, ez a vándortáborokban azért látszik. Ugyanakkor azt is kell mondanom, hogy ahol fizetett, elkeseredett tanárokkal hosszú távon ezt a programot megvalósítani nem lehet, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném, hogyha már legkésőbb az ősztől a helyzetüket legalább részben lehetne rendezni. És itt is van egy-két ötletünk, már stratégiában megfogalmaztuk. Szeretnénk, hogyha az életmód tantárgy az bevezetésre kerül az egyetemeken, és mindenki, aki tanár lesz, az életmód tantárgyal foglalkozna, mert ez az egyik legfontosabb dolog, amit át tudnánk adni a gyerekeknek. A másik gondolatunk pedig az, hogy azok az iskolák, ahol mondjuk az ilyen netfit adatok átlag alattiak, az elhízás az átlag feletti, ott ezeknek az iskoláknak kelljen egy iskolai életmód stratégiát készíteni, hogy ezen a helyzeten hogyan tudnak változtatni. Érdemes ezt végig gondolni az iskoláknak, hogy hogyan tudják ezt a helyzetet, ami az iskolájukban fennáll, ezt egy kicsit tudatosabban átalakítani. És tulajdonképpen erre szolgálnak a vándortáborok is. Idén már, mint mondtam, 20 000 gyereket szeretnénk elvinni vándortáborozni. Itt több dolog van, hogy reggelente a gyerekek most majd maguknak fogják pakolni az útravalót, általában maguknak fogják vinni a csomagjaikat, tehát aki hajszárítót visz, meg mindenféle ilyen nagyszerű dolgokat, nem vicc, komoly százalékban érkeznek vándortáborba hajszárítóval a gyerekek, meg egyéb hasonló dolgok, a gurulós rózsaszín bőrön, de hát azoknak egy kicsit nehezebb lesz a vándortábor. Gyalogos vándortábor van sok helyen, kerékpáros vándortábor, vízi vándortábor. Itt nagyon-nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy olyan területeket is felrakjunk a turisztikai térképre, mint például a Cserehát, Zselic, amik nem annyira ismertek, és nagyon szép természeti, kulturális adottságokkal rendelkeznek, viszont ugye magától nem találnák ki az emberek, hogy oda menjenek, viszont amikor ott vannak a gyerekek, akkor ebben az esetben ezt nagyon tudják élvezni, és elviszik oda nagyon gyakran, visszaviszik a szüleiket is, tehát egy ilyen küldetése is van ennek a vándortáborozásnak. A negyedik féle vándortáborozás, amit elindítottunk, az a Zarándok vándortáborozás, idén már 4 útvonalon lesz. Itt az a helyzet, hogy a testnek az építése mellett a Zarándok vándortáborban a lelkekre is figyelnek, hiszen tudjuk, hogy nem csak kenyéren is vízen él az ember. Aztán indítottunk még más programokat is, az egyik ilyen az a Vándorviadal, ez először a vándortáborzóknak szólt. Nem tudom, ki olvasta a Leiner Laurának az Iskolák versenye könyvét, hogyha itt most 16-20 éves lányok lennének, akkor nagyon sok kéz emelkedne a magasba. Szerintem nagyszerű könyv, nekem egyébként a fiaim is olvasták, meg én is. Tulajdonképpen ezt a könyvet, ezt gyakorlatilag megzenésítettük, úgyhogy idén nyár elején lesz ez a verseny, azt hiszem 130 osztály, vagy 130 csapat küzd ezért, hogy bekerüljön abba a 20-ba, akit meg fog mérkőzni. Itt szellemi ügyesség és egyéb feladatok is lesznek, tehát nem elég csak gyorsan futni, itt okosnak is kell lenni, úgyhogy reméljük, hogy jól sikerül. Idén először elindítjuk a középiskolás petkupát. Itt középiskolás csapatok fognak szemetet gyűjteni. Itt egy kicsit kisebb a lelkesedés, de itt is azért jóval több csapat próbál bejönni. Óriási, óriási élmény lesz, úgyhogy szerintem aki ide bejut, annak az egyik legsikeresebb programja lesz ez a középiskolás petkupa. Ezzel is szeretnénk egy kicsit a szemléletet alakítani. Aztán, hogyha jól sikerül, akkor lehet egy kicsit nagyobb módon, vagy esetleg gyakorlati selejtezőkkel ezt is lehet tovább fejleszteni. A svédeknél említettem, hogy nagyon-nagyon fontos az outdoor rendezvényeknek a nagy száma. Ennek két feltétele van.
Az egyik, hogy egy erdőben ne egy év alatt lehessen egy versenyt megszervezni. Tehát 9-10 engedély kell hozzá, teljesen abszurd egyébként, ami folyik. Azt elfelejtettem mondani, hogy nem emeltem ki eddig, hogyha megnézzük, hogyha a halálozások 9,7%-áért a mozgáshiánya felelős, akkor naponta 37 ember hal meg amiatt, hogy nem mozog Magyarországon. És amikor akarunk a gyerekeknek vagy felnőtteknek, mert ugye ezeket az outdoor eseményeket, mozgásokat szervezni, akkor egy évig szórakoznak a különböző engedélyekkel, és gyakorlatilag aki belevágott, az is egy idő után abba hagyja. Nagyon-nagyon kevés ilyen verseny van Magyarországon, vagy nem is versenynek kéne rendezvény Magyarországon, úgyhogy ezen mindenképpen változtatni kell. Svédországban, Finnországban, Skandinávországban hétvégenként a városi emberek azok kiözönlenek a természetbe, és rengeteg ilyen rendezvény van. Két nappal ezelőtt volt nálam a Tájfutó Szövetség és Természetjáró Szövetség, mondtam, hogy ilyet szeretnénk mi is csinálni, lelkesen bólogattak, és mondtam, hogy azt szeretném, ha egy éven belül 1000 ilyen rendezvény lenne, akkor nyeltek nagyokat, kicsit elsápadtak, de azt mondták, hogy kérnek 2 hetet végig gondolják. Úgyhogy én nagyon szeretném ezt szeptembertől elindítani, és azt gondolom, hogy 1000 rendezvény, kitűzött pályák, ahova egyébként akár mindennapos testnevelés keretében is ki lehet vinni a gyerekeket, és itt lehet mindenféle versenyeket szervezni, ahol kérdeznek tudást is, de csapatverseny, közösen kell begyűjteni a pontokat, tehát nagyon-nagyon sok lehetőség van, nem kell kitalálni minden, skandináv országok ezt évtizedek óta tökéletesítik ezeket a rendezvényeket. A következő dolog, amit ki lehetne használni, és kellene ezzel foglalkozni, a közlekedési idők kihasználható. Angliában, Hollandiában, Dániában nagyon komoly kampányok indultak arra vonatkozóan, hogy az emberek ne vigyék a gyermekeiket autóval iskolába. Angliában, Hollandiában, Dániában nemes egyszerűséggel nagyon sok helyen lezárják az iskolák előtt az utcákat reggel 7 és 9 között, az átmenő forgalom előtt. Én ezt szoktam ajánlani egyébként a polgármestereknek választási kampány előtt, hogy ezt próbálják bevezetni. Viszonylag kevés lelkesedéssel találkozom, de mindenképpen nagyon fontos, hogyha gyalog megyünk iskolába biciklivel, akkor az a gyerekeknek az állapotára is jót tesz, úgyhogy ilyen kampányokat is fogunk csinálni. Külön kiemelném Sepsiszentgyörgynek a lábbusz programját, itt összegyűjtik a gyerekeket. A találkozási pontokon van egy híres színésznő, ismert színész, sportoló, és onnan közösen mennek az iskolába. A székelyek elmondták, hogy nem teljesen genderkompatibilis a dolog, mert amikor ismert színésznő van, akkor valamiért az apukák azok, akik viszik a gyerekeket a találkozási pontra, amikor kigyúrt sportul, akkor meg az anyukáknak a részaránya magasabb, de ezzel együtt egyébként naponta 250-300 gyereket visznek így gyalog iskolába a gyerek, és amikor nincs ismert színésznő, akkor azt találták ki, hogy azért kutya mindig van, és kutyával is működik a dolog. Nagyon fontos, hogy 12 éves kortól a gyerekek kimehetnek az utcára biciklivel, és hogyha azt akarjuk, hogy biciklivel közlekedjenek, akkor kell, hogy biztonságosan közlekedjenek. És az a helyzet, hogy elkezdtük a kerékpáros oktatást, a kerékpáros kisokost, vagy közlekedési kisokost megcsináltuk, és a következő évtől szeretnénk elérni, hogy minden 12 év alatti gyerekkel tegyen közlekedési alapvizsgát, így azt hiszem a szülők is bátrabban fogják tudni elengedni, és így növekedhet a kerékpárral gyalogiskolába járó gyerekeknek az aránya. És hát a végén van egy fantasztikus programunk, ki az, aki hallott már a Millió lépés az iskoládért programról? Ki az, aki nem? Hát aki nem hallott, az nem figyelt, mert az előadásom elején már beszéltem róla, de mindegy. Tehát a Millió lépés az iskoládért program keretében ugye azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy legalább 50 000 ember csatlakozzon ehhez a programhoz. Én nekem a bátor célkitűzésem az 100 000 volt, most 182 000 gyerek, 185 000 gyereknél tartunk, és nem mind gyerek, 185 000 ember, a 60%-a egyébként felnőtt. Vannak ilyen extrém iskolák, mint az Edelényi Görög Katolikus Iskola, hogy 1300-nál is több embert szerveztek be. 77 napon keresztül folyik ez a Millió lépés az iskoládért program, és tényleg engem nagyon-nagyon motivált, tehát amikor hazamegyek és azt látom, hogy ma a munkahelyemen meg egész nap összesen 2700-at léptem, tudom, hogy kell 10 000, akkor a kutya aznap este nagyon sok
sokat sétál velem. Tehát, hogy, és amikor látom, hogy valaki most már mindjárt utolér, akkor nem is 10 000-et lépek, hanem most már 5 napja 20 000 lépéssel tudom tartani az első helyet, hogy ez a mai napon hogy lesz, meg mikor itt leszek esti konferencián, aztán nem tudom. De gyorsan felszaladtam, amikor megérkeztem a Leányka útra, úgyhogy már 4 000 lépésem ma már megvan, már csak 16 kell. Úgyhogy mindenkit biztatok, hogy vegyen részt ebbe a programba, 100 iskola kap 1-1 millió forintot. És hát végelezetül Steve Jobsnak van egy mondata, ami úgy hangzik, hogy aki elég őrült ahhoz, hogy elhiggye, hogy meg tudja változtatni a világot, az meg is teszi. Én annyit tudok mondani, hogy mi a munkatársammal nagyon-nagyon hiszünk abban, hogy nem is a világot, de Magyarországot azt meg tudjuk tudni változtatni, és hogyha elkészítjük ezt a stratégiát, végig gondoljuk, hogy tudjuk megszólítani a fiatalokat, időseket, családosokat, vállalatokat, akkor meg tudjuk változtatni Magyarországot. Csaba testvérnek is van egy gondolata, zárásként ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy aki kételkedik abban, hogy mennyi jó ember van a világon, az kezdjen el valami jót tenni, és aztán meglátja, hogy mennyien csatlakoznak hozzá. És az a helyzet, hogy mi szeretnénk elindítani ezt a programot, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha nagyon-nagyon sokan csatlakoznátok hozzánk, és közösen szerintem nagyszerűen át tudjuk alakítani Magyarországot, hogy az emberek mozogjanak többet, éljenek egészségesebben, legyen jobb a mentális, lelki és fizikai állapotuk. Ebbe a munkába hívlak titeket, és ha együtt megtesszük, akkor Magyarországot néhány éven belül alaposan át fogjuk alakítani. Köszönöm szépen!